Két asztalon pattog a labda az új teremben, amelyet egy olyan sportemberről neveztek el, aki nélkül nem lenne pingpong apagyon. Oszlánszky László 1981-ben alapító tagja volt az Asztali Tenisz Egyesületnek, és két évvel ezelőtt bekövetkezett haláláig játékosként, edzőként, vezetőként szolgálta szeretett sportágát. A szabadosok kupák, a nemzetközi versenyek és a hazai tornák megszervezésével rengeteget tett azért, hogy a település neve országos ismerettségre tegyen szert a sportágban. Évtizedes történet és egy olyan emberhez köthető, akire mai nap emlékszünk. Mai napig a kezdeti nehézség ellenére NB1-es csapata van a településnek, ami egy ilyen kis település életében egy óriási dolog, hiszen a megyét egyedül képviseljük ebben az osztályban, de hasonló nagyságrendű település úgy gondolom, hogy országos szinten sincs. Ez egy nagyon jó közösséget teremtett évek, évtizedek alatt. Mai napig vannak csapataink, alsóbb osztályban is, úgyhogy mindenféleképpen egy közösségépítő dolog lett belőle. Szabados László a pingpong egyik támogatójaként kulcs szerepet vállalt abban, hogy civil kezdeményezésként helyi sportbarátok finanszírozásával megépüljön a terem. Annak idején volt ez a Covid-járvány, és nekünk nagyon hiányzott a mozgás, és akkor úgy döntöttünk itt a haverokkal, hogy építünk egy ilyen külön termet magunknak, ahol nem versenyszerűen, csak így baráti szinten, hobbi szinten tudunk pingpongozni esténként. És elég jó kis baráti társaság alakult meg, tehát az ország majdnem minden sok részéről járnak ide hozzánk így, de csak ilyen baráti alapon, nem versenyszerűen, a mi egészségünk érdekében járunk ide pingpongozni. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő, a sport közösségépítő erejét emelte ki az Asztali teniszterem megépítése kapcsán. Ez az üzenet értéke, hogy nem mindig azt kell mondani, hogy de erre nincs pénz, arra nincs pénz, hanem össze kell fogni, kisebb beruházásokkal, kis léptékbe kell, mert közösséget építeni így lehet. Én nagyon hiányolom, megmondani őszintén, a falvakból a kocsmai hangulatot. Van, amikor én feljártam kuglizni fiatalkoromban, elkísértem apámat, vagy éppen egy Ferbi partira leértünk 5 forintos alapon. Ezek hiányolnak, ezek azok a közösségi élmények, amit ezek a kis települések még tudnak adni. Hál' Istennek vannak olyan emberek, van olyan polgármester, aki pingpongozik is itt a pagyon, és van olyan baráti társaság, aki viszont mögé áll és megcsinálják. Ez az üzenet értéke, azt mondom, a legnagyobb. Fodor István 30 éve játszik apagyi színekben. Ott volt a kezdeteknél, és még ma is meghatározó játékos a csapatnak. 3 évtized alatt megyei osztályból NB1-be jutottunk el, jelen pillanatban is ott játszunk. Célunkként tűztük ki, hogy bent szeretnénk maradni. Az Apagy Ese jelenleg a 9. helyen áll az NB1 keleti csoport 10 csapatot számláló mezőnyében. Legközelebb április 16-án a második helyezett félegyházi Asi csapata ellen állnak asztalhoz Fodorék.